Sziasztok! Egy pár nappal ezelőtt megmutattam, hogy hogy kell a sertés velőt előkészíteni rántásra, meg bármilyen egyéb főzésre, és ugye csináltam belőle egy rántottát, majd ennek a videónak a végén megjelenik az, hogy meg tudjátok nézni, hogy hogy készítettem elő, ugye le kell szedni róla ezt a véres hártyát, és ugye eltettem vízben a hűtőben, így 2-3 napig, hogyha ilyen 6-7 fokos a hűtőtök, simán eláll. És a lányaimnak megmutattam, hogy milyen velővel töltött karajt fogok csinálni, és hát egyből húzták a szájukat, úgyhogy most csak magamnak és a páromnak fogok csinálni egy kisebb adagot. A csajok megkapnak párizsi szeretet, mert azzal hibázni nem lehet, mert imádják. Úgyhogy először csak a töltött karajt mutatom meg nektek. Szépen csináltam egy ilyen nyitott szeretet. Ugye annyira kell átvágni, hogy olyan vastag legyen ez a nyitott rész is nagyjából, mint a karaj, de ha kicsit vékonyabb, az se baj, csak itt a klopfolásnál vigyázzatok, hogy ne üssétek szét, csak ezt szépen óvatosan látjátok itt a nyitásnál, nagyon óvatosan ütögetve, szépen kiklopfolom mind a kettőt. Ha ki vannak sózva, picit, ki vannak sózva, ki vannak kloffolva. Az a baj, mindig előre jár ugye az agyam, és mivel nem szoktam vágni a videót, így csomószor tényleg butaságokat beszélek, és egy picit mind a két oldalát lesóztam a húsnak, és most megcsinálom a tölteléket, amit nem véletlenül mondok, hogy megcsinálok. Most hoztam be már van a petrezselyem, mert ugye ehhez a mennyiséghez egy ilyen kevéske petrezselyem, és hogyha nincs nidlingetek, akkor új hagymával, de nekem ráadásul már is kezdett még virágozni, és már annyira előre van a természet, és azt is mutattam, hogy a snidling virágja is ehető, sőt, talán még egy picit ilyen erősebb hagyma íze van, mint a simán a snidling szárának. Úgyhogy ezt most egy picit így összevágom. Nem kell nagyon finomra, és ez is megy majd bele szépen a karajba, úgy ott még volt egy bumszli egybe, azt még ott át nyomatom. Így, és akkor ebből a velőből, ugye azt mondtam, ha meg rántani akarnátok, akkor megsózzátok, megborsozzátok, esetleg egy nagyon pici majorána, és ennyi is lehet klasszikus módon panírozni, szerintem ez a 3 darab, ez bőségesen elég lesz ebbe a karajba. De aztán lehet, hogy beleteszem mind a négyet, mert rántottát már ettem, az az egy meg már semmire nem elég. És ugye, ha elő van főzve, akkor viszonylag könnyebb vele dolgozni. Ilyen nagyobb kockákra vágtam, de szerintem akkor beleteszem ezt, és akkor legyen bőven. Mert ezzel az egyen már nem tudnék mit kezdeni. És akkor ezzel már csak annyit csinálok, hogy teszek rá pici sót, amit ennyire tenne az ember, meg borsot. Ezt lehet egy kicsit intenzívebben borsozni, nem kell, hogy csípjen, de azért kiérezhető legyen, és mint ahogy mondtam, hogy akár a rántott is egy lehelletnyi majorannát elbír, ebbe is egy ilyen kis, látjátok, egy ilyen kis csipetnyi, tehát hogy ne legyen majoránás nagyon, de ennyit, és akkor ezt szépen összekeverem, és akkor ez fog belemenni, nem nagyon, hogy ne törjön szét. De az se baj, ha összetörik, mert úgyis ilyen jó homogén kis tölteléket kaptunk, és akkor ezt letörlöm, és akkor itt szépen ketté osztom a karajba. Hát nem is lett sok ez a töltelék, és akkor így egy picit hagymás, borsos, majorannás, petrezselymes tölteléket kaptunk. Ráhajtom, én soha nem szúrom meg a töltött húsokat, még az, ami sajttal van megtöltve, mert teljesen felesleges, olyan jól saját magától így össze tud a széleken tapadni, hogy hihetetlen. Na, ott néz vissza. Egy kicsit így, és akkor ide rakom a panírpáját. És teljesen klasszikus módon lisztben, tojásban és morzsában
kipanírozom. És ezt is lehet mindig úgy, hogy a nyers húst, meg a tojást az egyik kezetekkel, ezt mindig meg fogom mutatni, mert sok új néző van. Szerencsére minden hónapban is lehet, hogy még nem látták. Ugye, hogy összecsípem a szélét a húsnak, és szépen mehet bele a panírba, széleket így összenyomkodom, és bőségesen elég neki ennyi panírozás ahhoz, hogy ez szépen egybe maradjon, a másikat is kipanírozom így. A liszt meg a tojás az ugye megy a párizsi szelethez, majd mindjárt vágok le még a lányoknak, és a húst meg szépen bő olajba, vagy serpenyőbe, vagy frituba megsütöm olyan 180 fok körül. És ugye már csak tálalni kell egy kis krokettet, meg egy ilyen kis pirított mexikói zöldséget csináltam hozzá. És ezt is mindig a töltött húsoknál megmutatom, hogy ne csak itt simán rátegyétek a tányérra, mert az annyira nem néz ki jó, hanem a kést ilyen sréhen tartva. Ha nagyon nagy felületet vágtok, az se néz ki jól, de egy kicsit így srégan, vagy sréhen elvágva, hogy látszódjon a gyönyörű szép töltelék benne, azt így ráteszitek a tányán, hát ezt most itt levágom, hogy jobban nézzen ki, és ennyi a történet. Na, megmosom a kezem, aztán megkóstolom. És a lényeg, hogyha szerintem így leteszitek valaki elé, jó, persze, meg kell mondanom, utána még rosszul lesz, de így már nincs az az embernek az az érzése, ami ugye sokan idegenkednek a velőtől, hogy hát hogy néz ki, mert így van benne egy ilyen, nézzétek meg, egy ilyen krémes, finom, ja. Nagyon picit borsos, ugye hagymás, petrezselymes, hát tök jó, hát a hússal együtt, ja, és hát ami meg megint a lényeg, tehát velős ételeknél az egyik alap dolog, hogy egy jó tartármártást adjatok mellé, mert így az, együtt az egész lesz egy brutálisan finom, nagyon-nagyon jó étel. Hát, gyerekek, üztem. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a haját, pillanat csak mondja, nem? Úgyhogy gyorsan megsütöm a lányoknak a párizsi szeretet. Ugye az, a párizsi szeret az lisztbe és tojásba fogom forgatni a húst, és kevés zsíradékon itt megsütöm, nem pedig egy ilyen panírmasszába. Jó, mert az nem párizsi szeret. Ezt meg nyugodtan próbálja ki még az is, aki egy picit óckodott ezértől. És mondom azt meg, hogy készítettem erre a velőt, az a videó végén megjelenik a másik videó, hogy kell leforrázni, meg megtisztítani. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!